Jó reggelt, Vietnám! Szavaztok, papikáim! Keeper jelentkezik egy ilyen bemutató videóval, amiben azt szeretném megmutatni, hogy min dolgoztunk ma Fabicskával és Barános Jóval. Hát igen, egy elég nagyszabású projektet találtunk ki. Magyarban mondva találtam ki, és segítettek megvalósítani ebben. Valamint, hogy segítettek megvalósítani ezt. Mit beszélsz, Keeper, össze-vissza? Az a lényeg, hogy egy PvP arénát építettem, és építettünk itt Joe-val és Fabicskával. Fabicska kezdte el reggel segíteni nekem ezt az arénának a létrehozását, és Marános Joe segített később ugye még a finomítani a részleteket. Na, gyorsan szeretném megmutatni, hogy ez hogy épül fel. Ugye elkülönítettünk itt ebből a városból egy olyan részt, ami gyakorlatilag, amiben így helyet kapott ugye egy ilyen, mi ez? Egy ilyen gördeszkapark, egy ilyen autókereskedés, rengeteg autóval, egy darab kajálda, és egy darab benzinkút, meg még ráadásul még egy rész, mert itt látjátok, hogy a fal arra megy. Meg is mutatom gyorsan, hogy hogy megy a fajok. Itt gyakorlatilag így végigjön, ugye az utcán lehet mászkálni. Plusz még van egy ilyen magasabb rész, ahol sniper felirat van nem véletlenül. Ugye ez egy ilyen sniper zone gyakorlatilag. Itt el van helyezve egy mesterlövész puska, nem is egy, hanem több. És akkor innen ugye be tudod látni az egész zónát. Na, akkor ez ugye látjátok itt a fal végig, az az épület, az már nincsen benne. Itt a fal végig. Mindjárt megmutatok mindent, aztán akkor látni fogjátok, hogy miről szól. Itt is ugye végig, és itt már ugye körbe is értünk. Gyakorlatilag ekkora ez az egész zóna, nem túl nagy. Gondolom ilyenkor arra gondoltuk, hogy hogyan oldod meg Keeper azt, hogy itt spónoljanak gyakorlatilag az emberek benne, mert igazából ugye bedrollon lehet, tehát ilyen hálózsákon lehet spónolni. Hát ezt gyorsan megmutatom, most ugye kikapcsolom ezt a repülőst. Ja, egyébként kreatív módban vagyok, így akartam megmutatni, ugye így felülről is megtudom ezt a zónát. Na, van 4 darab ilyen hely, ahol ugye spónolni lehet. Amint látjátok, ugye van világításunk, van egy darab bedrollunk, meg van egy darab, mi ez? Ládánk, amiben ugye például nyílvessző és nyíl van. Ja, egyébként ami nálam van ez a kettő dolog, ez csak azért volt nálam ugye, mert éppen haldokoltam, úgyhogy szerettem volna nem meghalni, miközben a videót csinálom. Na, ugye úgy van, ugye, hogy itt spawnolsz, és ugye itt tudsz kimenni. Azért van itt egy ilyen törés benne, hogy ugye ne lehessen belőni. Gyakorlatilag itt, ahol újraéledsz, itt nem tudnak megölni téged. Viszont ugye, hogy kijössz, itt már kapásból esetleg rá tudnak lőni, az a lényeg, hogy lejutsz innen. Ugye itt ez úgy van megcsinálva, hogy pont ne sebződj, de visszafele már ne tudjál menni. Utána leesel ide, vagy akármelyik részre ezen kívül, ugye, mert 4 ilyen spawn zónát alakítottam ki, vagy igen, ezt alakítottam ki, ezt itt egyedül csináltam kb. Persze Balános Joe és Fabicska segítségével, és akkor itt ugye tudsz mászkálni, és ugye például ott is egy ilyen zóna, távolabb is van egy ilyen zóna, és gyakorlatilag a 4 oldalán van a mapnak ilyen zóna, ahol ugye ki lehet ugrani, gyakorlatilag ha meghalsz, akkor, ha meghalsz, akkor gyakorlatilag ott élhetsz, ennyi. És akkor mindenki máshol, ugye, és akkor folytatódhat a harc. Ha meghalsz, simán ott élhetsz, hozol egy íjat magadnak, és azzal ugye tudsz kezdeni csapatni. És szeretném megmutatni nektek ezt a mapot, hogy ez hogy épül fel. Ugye, mondjuk, hogy itt élhetsz ezen a részen, vagy éppen ott, vagy ott, vagy ott. Az a lényeg, hogy mondjuk nézzük meg, hogy ha itt élhetsz, akkor mit tudsz kezdeni. Ugye megpróbálsz elrejtőzni, megpróbálsz jobb fegyvereket szerezni, mert ugye lehet a játékban jó fegyvereket is szerezni. Erre-arra raktam homokzsákokat, ahol ugye lehet azért valamennyire bújni, ugye kontrollra le tudsz googolni, és akkor tudsz azért valamennyire fedezéket keresni. De a mapon rengeteg robbanó object van. Például most erre ránéztem, erre a robbanó hordóra, amit ugye tudsz állítani is, meg még ráadásul ugye belelősz, akkor robban is, tehát a pálya az nagyon durván amortizálható, most ezt meglövöm. Ugye kapásból itt már ugye a robbanásokat is alapba ki lehet használni, meg még ráadásul ugye a pálya is ugye folyamatosan amortizálódik akár mindentől gyakorlatilag. Ugye természetesen craftolni is el lehet kezdeni itt a PvP zónán belül, bár nem sok értelme van, de tényleg az nagyon szuper benne, hogy gyakorlatilag
így tudod módosítani magát a területet is. És ugye az autóroncsok is robbannak, meg minden csúra dolog. Na, ugye onnan kijöttünk, akkor úgy eldöntheted, hogy mit akarsz, bemész egy épületbe, vagy rohansz, amerre akarsz. Mondjuk, hogyha bemész egy épületbe, akkor ugye talán fedezéket is találhatsz. Az ajtók ki vannak cserélve, nyitható, zárható ajtókra valahol. Hát, hogy van nekem sisakom azért, hogy meg tudjam mutatni. Ugye vagy elrejtőzöl egy épületbe, vagy éppen felmegy egy épület tetejére. Ugye az I adat le tudod cserélni, és ezek nyitva vannak, nagy része. És ráadásul még olyan ajtó van, hogy át is láthatsz rajta, úgyhogy taktikai előtt tudsz szerezni abból, hogy az árt ajtónál ugye tudsz kinézni vagy benézni. Mondjuk ha bemész egy ilyen terembe is, akkor ugye láthatod, hogy ott van valaki, vagy nincs, és akkor meg tudod lépni. De hogyha gondolod, akkor jobb fegyvereket is tudsz szerezni. Általában az összes épület tetejére helyeztem el fegyveres ládákat. Némelyik nyitva van, némelyik zárva van. Az a lényeg, hogy ugye, amelyik zárva van, az ki kell ütni a zárat róla, és akkor fel tudsz menni. Mondjuk, hogy felmegyek ennek az épületnek a tetejére, itt láthatjátok, ott egy fegyveres láda, ott is egy fegyveres láda, ahova át lehet ugrani, vagy akár. Az a lényeg, hogy az összes fegyveres láda valamilyen szinten megközelíthető. Mondjuk ebben ugye csak egy pisztoly van, de már nagyobb eséllyel tudsz esetleg ügyködni, mint egy sima fegyvere. És megmutatok még egy-két ilyen fegyveres storage ládát. Ugye itt van egy magnum, látjátok, hogy annak a tetején is van. Ugye mindenhol természetesen létrevedett fel lehet nyújtni. Mit akartam még megmutatni? Természetesen ugye ki lehet használni, azt mondtam, a hordókat, hogy ugye robbantás céljából. Rengeteg hordó van elhelyezve a mapon. Most itt le kellene mennem. Ja, egyébként van 2 darab motor a 2 darab garázsba, azt is lehet ugye használni. Itt például sörétes puska van, itt is őző van, és van egy központi torony, amiben de ugye fel lehet jutni minden irányba, és ott van egy AK-47-es, ami talán a legjobb fegyver a játékban. Egyébként nagyon sok, látjátok, itt is egy spawnzóna, nagyon sok elrejtett fegyvert is elraktam, valamikor ugye például szemétbe turkálás esetén is találhatsz nagyon jó fegyvereket, esetleg robbanóanyagot. Szóval érdemes a szemetet is kutatni. Mit akartam még mondani? Na, ugye itt van ez a központi torony, ami nem is torony, hanem igazából egy ilyen kis emelvény. Ezen is találhatsz ugye fegyvert. Mondjuk itt nézzünk körül. Mondjuk itt, amit látod, egy AK-47-est ugye magadhoz vehetsz, ugye lőszer mindig van hozzá. Annyit, hogyha a PvP-zni jönnek az emberek, annyit ki fogok kötni, hogy ne vegyenek fel minden fegyvert a ládákból. Viszont ugye, hogyha felveszel minden fegyvert a ládából, akkor sincs semmi probléma. Hát igazából jobb, ha nem veszel fel, de az a lényeg ugye, hogyha meghalsz, akkor ugye a hálózsákod ott marad, szóval máshogy felveti a fegyvert. Na, akkor nézzük, hogy milyen feature-ök vannak még ebben ezen a mapon. Ugye rengeteg autó van, ami megint szintén robbanásveszélyes, rengeteg robbanó hordó van, ugye azt mondhatjátok, hogy egy kicsit megnehezíti a dolgot, de ugye mindenkinek ugyanannyi esélye lesz arra, hogy használja ezeket a robbanó hordókat. Mindenkinek ugyanannyi esélye van, mint, hogy használjon bármit ebben a játékban, vagy ezen a mapon, mint tényleg bárkinek. Ugye valamelyik épületbe raktam el medkiteket is. Ugye raktam föld alatti objektet, például itt van egy ilyen alagút, ami összeköt 2 darab létesítményt, és még ráadásul ez, ahol kiérünk, ez nem lesz egy könnyen észrevehető hely, például itt van, ugye, a szekrények között ott tudsz kibukkanni, ami ugye elényt jelenthet, hogyha például innen lopakodsz, és akkor meg tudod lepni az ellenfelet, hogyha tudod, hogy kb. Itt található. Na, még akkor nézzük, hogy még mi van itt. Ugye néhol vannak csapdák, természetesen vigyázni kell rá, az is ugye ugyanannyi eséllyel hat mindenkire. Ugye az autókat is természetesen szét lehet lőni, nagyon kell figyelni, ugye, mert brutális, hatalmas nagy robbanások történhetnek itt a mapon. Ja, és ugye itt van ugye ja, és ugye be lehet menni mindenhova, például ott az a kávézó. Nézzük ezt a... Ugye, ilyeneket ugye elő lehet idézni. Gyakorlatilag a PvP, az full Vietnam hangulatú lesz, abban biztos vagyok. Ugye mindenhol rombolható környezet, szóval fedezéket lehet kialakítani magadnak, gyakorlatilag beveheted magad, ahova akarod.
nagyon sok olyan hely van, ahol több oldalról megközelíthető, szóval nem biztos, hogy egy oldalról nézel is, akkor az olyan könnyű lesz neked azt bevédeni, megpróbáltam és megpróbáltuk úgy létrehozni, hogy tényleg több oldalról lehessen ezeket így megoldani. Ugye van itt ez a magas épület, amire ki van egyedül a sniper, ami nem véletlen, mert így gyakorlatilag ott van egy jobb fegyver, ami ugye egy sniper rifle, és oda, ja, megmutattam, hogy hogy lehet feljutni azoknak, akik ugye van, lesz kedvük ugye jönni. Gyakorlatilag ebben az épületben van egy lépcsőház, és a lépcsőházon, hogyha végigjössz, akkor gyakorlatilag fel tudsz jutni a legfelső szintre, ahol ugye van a sniper rifle, itt van ugye ez a létra, nem feljössz, és gyakorlatilag akkor itt van a mesterlövész puska, amit ki is veszek most, ugye ezt mindig úgy csinálom, hogy majd be fogom tölteni a mentést újra, szóval nem baj, hogyha szétcsesszük a mapot, ugye, ezért van ugye a felirat, hogy itt gyakorlatilag esély lehet arra, hogy sniper lelövöldöz, szóval aki természetesen sniper-t el lehet vinni, oda viszed, ahova akarod, de ugye ide kell jönni, és ugye úgy oldottam meg, hogy ott a feljárat, ugye az egy gyári feljárat, arra kell lövöldözni nagy valószínűséggel, tehát hátba kaphatnak, meg még ráadásul itt is van egy létre, ezt most nagyon megmutatom mindenkinek, itt is van egy létre, amivel gyakorlatilag ki tudsz majd menni, várjál csak. Itt, ez a létre. Ez a létre, ez valami. Igen. Igen, ez a létre, ez nem túl jó. Ez a létre, ahol kell majd kezdenem, a mögébe lehet jönni, mert az egy blokkot rakok is, akkor már nem lehet. Jó, igen, és akkor így fel tényleg az egész. Annyi lesz, hogy ugye a falon kívülre megpróbálni se szabad ugye kimenni. Hogyha valaki azon ügyeskedik, akkor instant, ugye, én úgy képzelem az egészet, hogy én legnagyobb részt én nem fogok itt játszani, hanem akkor én közvetíteni fogom a meccseket. Egyébként tört és eleti játékkal is lehet jönni, ha valakinek van kedve, akkor akármelyikkel jöhet, és akkor gyakorlatilag én nézni fogom, hogy mi történik. Ja, és ugye a játékba be lehet állítani, ugye, hogy friendly ellenfelet ugye nem ölsz, vagyis azt nem sebzetsz, tehát akkor azt is meg tudjuk majd oldani, hogy 2v2 felállással nyomjuk, mert ugye akkor a csapattagodat nem fogod tudni ölni. Szóval ez is egy jó megoldás lesz. Igen, igen, nagyon sok helyen van a fordó, direkt azért a vietnámi hangulat, ugye, hogy a harc legyen bőven. Lehet ugye négy deathmatchet, ugye lehet 2v2 dim deathmatchet tolni rajt. Később ugye még bővíthetjük ezt az egészet is, és most ki leszállok, aztán megmutatom, ugye nagyon sok helyen van olyan, hogy ugye tetőn ugye érdemes lehet kempelgetni, de megpróbáltunk úgy létrehozni a helyeket, hogy semmi nem úgy épül fel, hogy nagyon biztos és biztonságos legyen. Például ugye itt is mondjuk ugye, hogy belátod a területet, mondhatni, de ugye onnan is tethetnek, és ugye gyakorlatilag a létre az mindig mögötted van, például ugye ezt a létrát nem tudod úgy figyelni, hogy beásd az egész részt. Úgyhogy tényleg úgy lett összeragva az egész, hogy azért használható legyen. Úgyhogy aki, ha meghalsz, akkor meg ugye mész vissza az egyik spawn helyre, ami ugye nem belőhető, természetesen nincs ezzel semmi probléma, nem fogsz tudni meghalni, viszont csak nézzétek meg itt is például, erre direkt emlékeztem, itt is ugye szemétbe csőbomba, csőbombát se tudod oda bedobni természetesen. Úgy nem egyszerűen lehet bepattintani, hogy az jó legyen. A block durability most 25%-on van, úgyhogy annak köszönhető, hogy ugye sebződik a blokk, mert ugye amikor építkeztem, de viszont 200-ra fel lesz vive, szóval gyakorlatilag nem is fogja sebződni. A robbanóanyagok ugye nem fogják tudni kivinni a falat. Ja, egyébként vannak ilyen helyek, ahol ugye mondjuk ugye itt ezt bevéded, akkor van esély arra, hogy ezt az ajtót azt meghalod, ha bejönnek. Rengeteg tényleg nagyon összetettre próbáltuk megcsinálni, és nagyon érdekes ezt az egészet. Itt van ugye egy motor, a motorra ugye azzal is lehet kilenni, hogy el lehet ütni a másikat, meg még ráadásul marad gyorsan mozogsz, és valószínűleg nagyon kicsi eséllyel fognak leszedni. Ráadásul
Igen, így fel tudod térképezni a területet. Na így néz ki az első PvP zóna, amit így létrehoztunk. Aki akar, az majd ugye esetleg az csatlakozhat, ha kerül. Írjátok meg a videó alá, hogy mondjuk ki az, akinek lenne kedve hozzá, hogy jönne. És akkor, akkor megbeszéljük az időpontot, és akkor lehetne csapatni ugye az egészet. Egyébként ki van próbálva, nagyon-nagyon hangulatos, főleg ugye, hogyha esetleg még azt is számításba vesszük, hogy éjszaka még inkább epic hangulatos az egész, főleg. Hát az éjszakai játékkal annyi probléma lehet ugye, hogy most ezt nem kéne lőnöm ezt a poént, de valaki felrakja a gammát, ugye akkor valószínűleg nagyobb esélye van, de látjátok, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet látni. Valószínűleg ugye olyan emberekkel fogunk PvP-zni, akik azért valamennyire kultúráltan tudnak játszani. Egyébként van sörétes kultúra, erre-arra vannak ugye elrejtve fegyverek, valamennyire kultúráltan tudnak játszani, szóval valószínűleg nem a csaláson fog járni a leszük. Ugye egyébként robbanóhordót fel tudod venni, ugye azt nem is akartam mondani, mert gondolom mindenkinek evides, és akkor ugye tudtok olyat is csinálni, hogy lerakni valahol, és akkor csapdát állítani a másiknak, szóval a lehetőségek tárháza mondhatni korlátlan. És ugye nagyon hype-olják most ezeket a PvP játékokat, mint a Rainbow Siege, ami ugye arról szól gyakorlatilag, hogy rombolható környezet egy-két helyen, meg hasonló dolgok. De akkor itt gyakorlatilag nincs, ennél rombolhatóbb környezet gyakorlatilag nem létezik játékban. Mondhatni, ugye? És látjátok, hogy milyen nehezen, vagy mennyire nem láthatóak itt a dolgok. Tehát nagyon szépen el lehet sunyogni a sötétbe, lehet ugye okosan taktikázni. Na, remélem, ja is egyébként ugye ezek a homozsákok. Ezek is ugye szétlőhetőek minden gyakorlatilag. Nincs olyan zóna itt a játékban, amit... gyakorlatilag nem tudsz teljesen leamortizálni. Amikor meg ugye úgy gondoljuk, hogy oké, vége a körnek, mondjuk megbeszéljük, hogy nem tudom hányos körök lesznek, akkor meg ott vagyunk. Igen, és ugye sötétet is gyakorlatilag lehet csinálni, bár ezt most valami más is világít. Ja, és nagyon sok lámpa úgy van megoldva, úgy oldottuk meg, hogy ugye ki is bekapcsolható legyen. Szóval, hogyha oda mész és úgy gondolod, hogy te itt akarsz elrejtőzni, akkor ugye ki tudod kapcsolni, már itt több dolg is világít, most nem tudom, nincs olyan hely, ahol itt például. Ugye minden játékos számára ez variálható. Ja, nekem be van kapcsolva, igen. Ja, ezért nem elő volt sötét. Na, ugye minden játékos számára, akkor lehet, hogy variálható ez a dolog. És akkor az van, hogy tud ezzel ügyeskedni. Na most igazából így látni, ugye, hogy mennyire van sötét. Hogy ugye a sötétbe megbújni, vagy akármicsoda tört lehet. Például ott van egy ilyen lámpa. Ja, bocs, eddig világított, oppa, eddig világított ugye a dolog. Mondjuk, hogyha itt vagyunk fenn, ugye kikapcsoljuk ezt a lámpát, akkor gyakorlatilag majdnem full sötétbe tudunk lenni, meg ugye a kölevőjük ugye a... kislövetjük a lámpákat. Vagy pedig ott az udvaron, hogy az előbb ott voltunk, egész sötétbe el lehet rejtőzni. És ugye kerülgetve a fény forrásokat, szépen lehet taktikázni. Látjátok itt is például milyen sötét van. Vagy akár egy motorra is felkapcsolva. Ugye már is elvakítod az ellenfelet, innen jön. Esélye nincs, hogy észrevegyen. Ja, ennyit akartam gyerekek, szerintem nagyon epik jó lett. Nem azért mondom, mert... tényleg nem azért mondom, mert az enyém, hogyha mástól láttam ezt, akkor is szerintem nagyon tetszene. Szuper, szerintem nagyon tetszik. Nézzétek itt is például egy ilyen árnyékos helyen, gyakorlatilag be szinte nem is látsz. Itt elbújva ugye éjszakai harc közben nagyon szépen lehet dolgozni. Jó. És így akkor így kell elképzelni. Na, akkor a jelentkezéseket várom, tényleg tört verzióval is működik. Hogyha vannak emberek, akiknek van kedve játszani, az írja meg ide a kommentekbe, és akkor jöhetnek csapatni, amik is
laza kis PvP zónánkat, hát itt is van valami reflektor, mi? Valami nagyon világít, gyerekek, hol a repi? Hogy mi világít egyre? Ja, itt a repi. Látjátok? Itt is például, hogyha fel van kapcsolva, lekapcsolod, azt mindjárt akkor biztonságosabb lesz az élet. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!